Még iskolásként, de már majdnem felnőttként áll az ember és várja, hogy kabátjára kerülhessen a szallag. A lányok meghatódottan mosolyognak, a fiúk eljátszák a keményet, de belül őket is biztosan megérinti a helyzet. Tudják, életük nagy feladata vár rájuk, vizsgát kell tenni az elmúlt 4 esztendőből. Ezt is jelenti a szalag. Bonyhád 3 középiskolájában készülnek a végzősök a megmérettetésre, ami ünnep a végzősnek, a családnak, az iskolának, de a városnak is. Ez egy olyan esemény egy középiskolás életében, amikor még egy kicsit cinkos, jókedvű, hőnfelett szórakozási az időszak. Összefortak, összekovalacsolódtak már azok az osztályközösségek, akik most lassan-lassan búcsúznak a középiskolájuktól, de még nincs az előttük, hogy jön egy tavasz, amikor jön az igazi megmérettetés, egy májusi érettségi. Egyébként Bonyhádon a 3 középiskolában összesen 238 fiatalra vár majd ez a megmérettetés májusban. Én városvezetőként abban bízom, hogy amikor majd elvégzik a középiskolát és sikeresen leérettségiznek, akkor a felsőfokú tanulmányaik után, tehát egyetemeken, főiskolán való tanulmányok után, és talán néhány év kalandozás után, mert hogy ma már a mai fiataloknak ez is teljesen kézenfekvő, és nagyon jó hasznos tapasztalatokat is lehet szerezni a nagyvilágba az élethez, akkor egy nagy részük, egy jelentős részük visszajön majd Bonyhádra, ezt tekinti majd otthonának a későbbiekben is, és fiatal felnőttként majd itt alapítanak családot, és újra visszatérnek hozzánk. Szerintem ez fontos, hogy legyen egy utánpótlás a fiatalok részéről is a városba. Aki az Arany Gimnáziumot választja, az iskola jellegéből adódóan van, hogy 12 évet jár ugyanabba az intézménybe. Ennek megvannak a maga előnyei is, még a tanulók szerint is. Az ismerős arcok, a tanárokat is ismerjük, meg akik most tanítanak, azoknak is egy része még mai napig is tanít minket, tehát emiatt segít persze. Ismerős a hely, ismerünk mindenkit, ismerjük a helyeket, meg már ugye nem kellett egy új környezetbe beilleszkedni, hanem a régi megszokottnak maradhattunk. Érezzük a súlyát, hogy egyre közelebb vagyunk az érettségihez, és ez a szalag is egy jelképe annak, hogy nem sokára, pár hónap múlva már az érettségit fogjuk írni, és arra készülünk. Bár a világ rohan és az ünnepek sem a régiek, a szalagtűzőnek megmaradt a varázsa. Nyilván különböző egy nagyobb középiskolába, különböző egy kisebb iskolába, különböző ott, ahol általános iskolások és gimnazisták együtt vannak, de a mi gimnazistáink is megtartják mindazokat a középiskolás programokat, hagyományokat, amiket általában a középiskolások tartanak. Hát éppen attól vagyunk speciálisak, hogy egy épületen belül közel 600 vagy több mint 600 általános iskolás, és az idei tanévben 60 középiskolás volt az épületben, az iskolánkban. Ez egy nagyon érdekes dolog így, mert nyilván a kisebbik korosztály is tanul a nagyobbiktól, a nagyobbik is a kisebbiktől. Vannak természetesen jó, vannak kevésbé jó minták, de azt gondolom, hogy összehozza őket ez a bizonyos közösség, hogy elsőtől 12. évfolyamig együtt vannak. Pont ez talán a legfontosabb és legkiemelendőbb, hogy talán jobban odafigyelnek egymásra. Nagyobbak is a kicsikre, és a kicsik meg felnéznek nyilván a nagyobbakra. És szoktuk mondani, hogy ez a bizonyos családias közeg, környezet, ez talán egy kicsit kedvezőbb a nagyobbak számára is. Különböző korosztály van együtt. Éppen ez az egymásra odafigyelés, és talán visszafogottabbá teszik őket a különböző egyéb ténykedésükben. Jobban oda tudnak figyelni a kollégák is a tanulókra. Vannak olyan kollégáink, akik tanítanak az általános iskolában és a középiskolában is. Tehát jól ismerik a fölfele menetet általános iskolából a középiskolába, jól ismerik ezeket a korosztályokat, és talán jobban is tudnak velük bánni. A sok éves munkáért járó jelképes köszönet nem maradt el. A negyedikesek tiszteletbeni végzőssé fogadták a tanárokat a szalag feltűzésével. Az ünnep pillanatai elszállnak. Aztán következik még néhány hónap kemény munka a sikeres érettségi érdekében.